Nemrég beért a zöld borsó ezen a lápafői területen, és a földi epertermés is igazán jól sikerült idén. A községben sikeres a Start közmunkaprogram, amely 2015 óta Kirtyán Károly irányítása mellett működik. Ekkor közel 15 ezer palánta számára melegházat építettek. Aztán később a munkánkat elismerte a belügyminisztérium egy 7 millió forintos többlet rendelkezésre bocsátásával, amiből 6 darab, többek között 6 darab fóliaházat építettünk, és most ott is folyik a termelés, uborkát, paradicsomot, salátát, paprikát termelünk benne. Az idei évben nagyon szép korai termést tudtunk betakarítani földi eperből, illetve az első kisebb táblából, zöld borsóból, ami éppen most érett le. Erről körülbelül 300 kilónyit tudtunk betakarítani, de már a következő új vetés is intenzíven kezd növekedni, úgyhogy 2 hét múlva ott is már újabb borsók fogunk születelni. A polgármester munkatársaival együtt megállapította, hogy mely növényeket érdemes a szabadban, és melyeket melegházban vagy fóliasátor alatt termeszteni. A szabad téren többféle, szinte majdnem minden kertészeti terméket termelünk, beleértve 4-5 fajta paprikát, jelentős a fűszerpaprika termesztésünk, amúgy burgonyát, hagymát, sárgarépát, fehérrépát, kelkáposztát, karalábét, kelbimbót és kisebb mértékben csemege kukoricát termelünk. Hát igyekszünk kihasználni a fóliasátor adta lehetőségeket, a hideghajtatásban leginkább hagymát szoktunk elsőre ültetni, mert azt nem növesszük teljes mértékig, mint a szabadtéri, és abból gyöngyhagymát készítünk, ami a savanyító kisüzemünkbe kerül feldolgozásra. Szabadtéren nem tudnánk ezt elérni, mert a kísérletezéseink során a magból vagy nem kelt ki rendesen a gyöngyhagyma, vagy pedig olyan nagy hagymák lettek, amit már nem lehetett ott felhasználni. Így az idén ezt próbáltuk ki, és úgy néz ki, hogy be is jön. Az 1 hektáros terület mellett rendelkeznek egy körülbelül 120 négyzetméteres melegházzal, valamint 6 darab fóliasátorral is. A közmunkaprogram keretében szinte minden géppel, amire szükségünk van, rendelkezünk. Van egy kis kínai traktorunk, van hozzá talajmarónk, ekénk és burgonyavetőgépünk, burgonyabetakarítógépünk, tehát gyakorlatilag kis kerti motoros kapánk, azon kívül a természetesen a kézi munkaerő. Az önkormányzat jelenleg 5-6 közmunkást foglalkoztat, de a növénytermesztésen kívül ők látják el a településen többek között a fűnyírást is. A polgármester elmondta, több helyen, fórumon is kialakult már a vevőkör. 2016-ban sikerült összehoznunk egy kis zöldséggyümölcs feldolgozó üzemet, ahol szörpöket, lekvárokat és különféle savanyúkat, csalamádét készítünk. A legjobban kedvelt termékünk az két félét tudok felsorolni, az egyik a káposztával töltött uborkánk, a másik pedig a óriás cseresznye paprika van, szintén káposztával töltve, ami sláger. Most ezeket gyakorlatilag a ismeretség útján értékesítjük, hogy a nagyobb részét éttermek hordják el, és részt szoktunk venni a dombóvári karácsonyi vásáron is bemutatóval, illetve ott is egyben lehet vásárolni. A község kapcsolódott a dombóvári kosár elnevezésű internetes vásárlói körhöz is. Így már szinte minden megtermelt árunak megvan a helye, nincs felesleg. Ez a tendencia és a nagyfokú érdeklődés bíztató a jövőre nézve, mondta el Kirtyán Károly. A Magyar Falu program keretében az elmúlt héten adtunk be egy pályázatot, egy 15 millió forintos kerettel kiírt belterületi utak rendezésére szóló pályázatot, amelyben egy nagyobb traktort, hozzá olyan felszereléseket igényeltünk, amellyel a árkainkat, útjainkat el tudjuk léderelni, illetve ki tudjuk ásni, pucolni, tisztítani.
de ezzel a géppel ma már meglévő egyéb eszközeinket is, mint talajmaró, akkor a rézsűkaszát is tudjuk majd működtetni. Hát per pillanat reménykedve várjuk, hogy hogyan döntenek majd fölül, és hozzájutunk-e ezekhez az eszközökhöz, vagy sem. A kitartó munka eredménye egészséges, friss, helyben termelt élelmiszer, amely a jelek szerint nem csak a lápafői lakosok asztalára kerül, hanem a környékbeli családok is szívesen fogyasztják.